Sziasztok, itt Miharu, és üdv újra a parapénteken, és folytatjuk ezt a csodás játékot. Már nem annyira emlékszem, hogy hol hagytam abba az előző részt, de hát ugye nekem is minden rész ilyen. Mint kiderül, vannak ilyen helyre meglepetések. Jobb esetben nincsenek, de... Igen, vannak itt problémák, amiket nem csináltam meg. No, hát... Nem tudom, hogy mi lesz az elkövetkezendő időben, ugye? Mert ezt pont a mai napon veszem föl nektek most reggel. Mire gondolok most? Egyelőre arra gondolok, hogy a... Nem beszélünk csúnyán? A kormány olyan okos volt, hogy majdnem kitéptem az összes szempillámat, de nem tettem. És ugye azzal a mozdulattal átkapcsolok ide. No, jaj. Tehát, be van téve itt a max több idő jut játszani. Bár de géhen döglünk. Na nem baj. Tehát, az elkövetkező nem tudom, hogy hogy lesznek a dolgok. Stream biztos. Természetesen. Persze az én kis cégem, amit nem a sajátom, de ahol dolgozom, az igyekszik megoldani a dolgokat. Hát, Szabim az biztos nem lesz már ebbe az évbe. Úgyse akartam menni lölőjakjával sehova, de mindegy. Mindegy, játszunk. Nem ez a Nem itt a helye ennek. Itt most a parának van a helye. Hát ami hétfőtől kezdődik, az is elég para lesz. Na de üsse kavics. Nem vagyok ideges. Ne. Ez egy kicsit lehet, hogy látszani fog a játékon is. Ideg állapotba fog kerülni. Azt tuti. Tehát ha felbasz a játék, akkor itt kőkövön nem marad. Na, töltsél be. Töltsé be. Atya úristen, de hangos. Oké. Okay. Igen, de értettem majd a baj, igen, a múltkor, hogy... beleüvölt az arcomba. Hogy is volt kontrolleren? Aha. Tehát, There's those bolt cutters again. Gotta be a way to reach them. Okay. Ez nagyon jó lesz. Great. Another mirror. Na jó van. De susogásokat hallom. Locked. Nincs kulcs. Nagyon jó. Hát... Aha. Ja, így kellett volna megnézni. Már elfelejtettem. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Jó van. Na. Ó, tükör. Get it out of me.
rossz nővér. A nővér mindenki kinyif van. Hello? Oh no, there's more of them. Oh, mamma mia. What has it done to you? Torn apart. Just like Bernard. Shh, just come in. Én már nem akarok menekülni. Csak szólok. De miért? Miért vannak itt ilyen dolgok? Ó, gyere le. No! What are you... Stop! Ah! Ah! Okay. This is it. This is where he died. Okay, I still need his name. If only I could see the other side of this place. Nagyon szép ez a hely. Olyan, mint Magyarország. Baszki. Ezért lesz itt így ilyen. Hogy kell futni? Aha. Some sort of a conference room. There. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. Ha megyem azt a képességet, akkor itt rezeg a telefon. Ah, az a telefon is. Na jó. Aha. An attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Jó. Amit nézni kell. Azt nem látok semmit, hogy hetes. Igen. Ötös. Kilences. 7-5-9. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Uh-huh. Okay. 7, 5, 9, 4, 1, 2. És még kellett megnéznünk amúgy. 7, 5, 9, 4, 1, 2, vagy mi? Igen. Más nincs.
759, 412. Hát jó. Nem. 759, 412. Oké. Ezt a helyet nagyon szeretem. Ja, várj! Ez a hangulat, hát már levisz az életről. Tök jó, meg minden, csak... Szétnéztem, hogy hát amit még lehet csinálni, de nem. Sötétség. Fasz a kis papíros. Valami kell még. Állj. Erre. Nothing here. At least not in this world. Valami itt lennie kell, hát. Vagy... There we go. Hát ez csodálatos. Jó, hát végül is. Olyan szép helyen vagyunk, úgyis akartam ezt a kilátást. Tükör. Jó, az most nem érdekel, most szétnézünk. Ó, hogy... Ott egy másik tükör! Miért a valós világban nem tudtam volna társusanni? Bécs. Na mindegy. Gyerünk, csapassad. Ez az. Ugye? Megjöttem. Oké. Okay. Ezek a hangok, hát ezeket nem bírom. Ideg állapotba kerülök. De várjál, ő most... Nem lát. És el kéne mennem arra? Micsoda? Toti. És rezzeg ez a nyomorék kontroller.
utána kéne mennem. Nem értem. Arra elmegy, és ott tesz egy kört. És utána kéne sétálni. Mert ha elkezdek erre sétálni, közben arra van, akkor velem fog, velek szembe fog jönni. I'm getting close. That woman was here. Majdnem letéptem a saját bokhámat. She was a ballerina? Idegállapotban lettem. This room has guy written all over it. In big sloppy letters. Okay. Nice card. Was Vivian one of your stars? Dear. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Hát igen. Vivian? Just Vivian? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivian. Ott meg egy... There. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Yeah, this wasn't her room. I'm guessing her manager's? Arra nem. Okay. Let's find out who you really were, Vivian. Huh. The page was torn out. I can't make out the numbers. Okay. Itt vannak ám rejtélyek, apukám. Rejtélyek. Kell kérdeni, hogy ki ez a Vivian. Amúgy. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it?
partial numbers. One. Jó, nem vettem volna észre, hogyha eskü, tehát így. There. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... what? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. Oh. But not the real one. Not to her. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. What? I don't know what it means, me. As a son. Oh my god, Ellie! I thought you were... No, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So... if you were talking to Ellie, that means... Tori. It's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. No. Okay. Megint jön ez a moly lepkedék, hát én... idegsírásba kerülök. Megijedtem. Megint itt szab nyomi. Nekem ne álljál ellent, ha én akarok valamit. Szép a kilátás. Akkor nem tudom. Most itt megakadtunk a... De arra kell menni, hogy... Arra biztos nem. Megy már be. Akkor visz meg a tükrön a másik oldalra. Az azért. This is where it happened. All the places. You?
No, not pleasant. Not pleasant at all. Okay. Ti tiszta vér minden. No problem. Meg kéne keresni, hol voltunk. Még ide bejöttem. Nem erre. Akkor rossz helyen vagyok. De ezt már láttam. Okay, last one. I can barely... I don't... Igen, ezt már láttuk. Jó, akkor mégis az a tükör a túloldalán lesz. Van a... Micsoda? Ott lesz? Ott volt. Ja, az a túloldalon van. Nem? Ja, ezt láttam, de ezt már megcsináltuk. Jó, akkor... Itt megvan a... Kárpörec. Felhívtunk ott azon mindenkit. És ha kijövök itt... Baszlán, megijedtem az árnyéktól. Akkor erre megyünk vissza. Valami... De megijedtem! Na, mitől ijedek meg? Mindig... Most kell visszamenni. Jó van. Na, okay. I'm not gonna lie. It felt good. Putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Yeah. Oké. Okay. Kemények itt a helyzetek. It's okay. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. One to go. Better get to it. That... De mi van a másik arc is? Kell valami állkapocs, vagy mi az Isten? Mit akarsz itt, lepke? Mit akar itt ez a lepke vajon? Tudom megmondani amúgy. Ezt már láttam. Tehát, hogy... New details have emerged. The situation may be more complicated than we expect. No to- Very meticulous of you, comrade. Ja, kell nézni a túl másik oldalra is. Ére. Bár azt kell mondanom, hogy... Niva! Ez tök jól nézett ki amúgy. Azt kell mondanom, hogy... Jó ez a kis játék. De hogy mi a teve gyerek van?
Mi nem szereztünk meg semmit hozzá. Mert... Ja, igen. Így jelent meg az a csodálatosan idióta. Nem is lehet visszamenni. Jó, hát akkor... akkor adnom kell magamnak egy... lökést, valamit a túlvilágon. Valamit nem vettem észre. De az biztos, hogy vissza kellett jönni. Mert... ugye már az... erre mondjuk... nem. Erre nem vehettem észre valamit. Nem tudom mit, de valamit biztos. Tehát az a gondolat, hogyha megenged fölmenni, vagy valami hasonló, akkor már akkor mindig valamit itt nem vettem észre. Szívás, de sűrűn előfordul. Főleg az én esetemben. Anyádat, te megijedek ezektől a kezektől. Itt valamit tuti kihagytam. Tehát azt tudjuk, hogy azt észrevettem. Igen. Igen, tudom. Tehát ugrottam. Azt tudom, hogy itt voltak számok azokon a izéken. A székeken. Mert hogy ezen az oldalt van egy számzáros ajtó, vagy... nem? Miért is lenne? 759412. És még egyszer. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Ja, meg kell nézni, ki hol ült. No, that's not it. Ja, 7-5... bocs. Okay. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is... nem figyeltem. Szóval, Boris, az... itt volt. De milyen szépen megcsinálták, ez eszméletlen. Igen, ezt is észrevettem már. Igen. This is it. The man I'm looking for. This is where he died. Négyes. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. Jó. Most mentődött a játék magától. Tehát valami itt. Meg se lehet most nézni a székeket, szóval... az viszont jó jel! Yes! Annyiban előnyös. Valami már megint történni fog, amitől be fogok pisilni. Come on.
Oké. Sorry, nem fogtam be a számot. És meg kiszagolt, hogy vettem a levegőt. De ez a játék miért ilyen? Miért akar infarktusba meghalni? Mármint engem. Abba akar engem egyébként tuti. Már most. Leppépen majdnem az agytekervényeimet. Az elkapcsolatkád rá kell tűnni, hogy ki ő. Atya úristen, ez a játék. Néha kapok olyan flasht. Itt kezdődött minden. Jézus Isten! A nővérek elmentek otthonról, te jó szagú úristen. Jó, hát vannak ilyenek. Ezekkel kínoszta és gyilkolázta izét. Oké. Az embereket. Hát ez csodálatos, azt kell mondanom. Állj. Szegény Mr. Tarkovsky. Mi történt veled? Teszt visszaérkezett, és... nincs jele... hiszen... agy... traumának. És... ez nem tudom, hogy a szó. Oké. Okay. Azt is mondja... szomorú üres. Hát, ez a nő, hát ez... kicsit beteg volt egyem a szívét, de hát... ki nem az? Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck you left. I hope so. 'Cause I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Hát igen, hogy miért tette ezt? Ez egy nagyon jó kérdés. De itt minden tiszta vér. Na. Beakadtam. Itt a dolgokba... azt hittem, ne lehet esni. Közel jártam. Yes! Fucking finally! Time to get back to the day room.
Okay. Ja, mit kell csinálnom? Össze kell... Nem. Ja, hogy így! Így kellett kettőt egyszerre. Hát, mit kell csinálni? Most már megvan. Már megvan! Hát, Isten, profi vagyok, hát. Nem, ja, nem. Hinni az ember, de nem. Futkározzál most már lefelé, mert kellett neked bejönni. De miért kellett neked ide bejönni? Ezt nem értem. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt cutters. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. It's a log. Spy name it is. Ja, innen láttuk fönt az izét, ezeket megszerezni. Jó. Yes. Nyitódj ki! Menjünk be. Tudja, arra kell menni, de... Szétnéztem volna máshol is, de mindegy. Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Kezdődik. De olvassuk őket. Mi volt? Ja? Igen. Jó sokáig tartott, mire megszereztük ezt a cuccot. All right. Here we go. Több ilyen moly lepke átlátszó. Moly lepke és átlátszó embert nem szeretni. Ketté szakadtunk megint. Jó van. Marianne? There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Hey. Okay. Hey. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here.
Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he... A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Well, don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. Okay, tehát. Okay, most már emlékszik, hogy mi a szitu, a kis csaj, de nem mondja el, hogy mi történt itt konkrétan, és hasonló finomságok. Jó. Jó. Tehát, amit tudunk, az, hogy nem tudunk semmit. Annyit igen, hogy a kis csaj az egyedül maradt itt, igazából. És nincsen több lélek, aki konkrétan. Aha. Richard? Are you there? Jaj, nem mondjuk ilyen lassan, itt víz van. Hát ez csodálatos. Ez a játék mennyire jól néz ki? Nem tudom, nem tudok betenni. Wow. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what Sadness said? Okay. Ebbe kell majd valami. Cucci-mucci. Már megint. Jó. Okay. Ez a sok moly bír magával. A sheet of music. Well, at least part of it. Nincsen fel töltve ilyen izém. Don't you think he would be better off in a nerd? What about his... Oh, we were... Okay. Nincs ilyen feltöltő...
Papírok az bezek vannak. Oké, már csak egy rész kell. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting. Az igen, my sadness az Lillian. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? És your friends? Oh, Lillian, I. A barátai Lillian, amit a sadness, aki szellem csajt, ugye bolondnak tartották, mert beszélgetett valakivel. Nem láttak. Nem úgy a barátai, hanem a rá. Nem lehet amit csinálni. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Sajnos nincs mit belerakni. Még. Ha valamit majd bele kell. De nincsen... Az a baj, ha bemegyek, akkor megölnek a francba. Szükségem lenne... Ilyen izére. Ilyen feltöltődésre. Jaj, de jó, akkor most mi át kell mennem azon a sok ilyen molylepi izén? Akkor nem halok meg? Csak nem. De nincs ilyen. Ja. És ketté vagyok vágva. Nincsen erőm. Jó, akkor merre kéne menni? Na, menjél már! Nem jó. Talán leértem volna, de megálltam. Vagy, hogyha meghaltam, akkor ad vajon a játék energiát? Tök jó kérdés. De nem találtam sehol se ilyen. Most ha újra el kell izélnem itt a Sadness-tel a dolgokat, megőrülj. Ja nem. Mi? Csak a csomó izét megtaláltam. Most ne szó, ne. Na jó. Legyen az, hogy innen fogom folytani szerintem a következő részt, mert... De ezt még szétlágom, mert olyan jól esik. Nem vagyok. Pszichó? Tetszik. Uh-oh. Jaj. Beakadt. Aha, akkor itt előről kell. Jaj, de izgalmas. Richard. Are you there? Jó, oké. Nem baj. Akkor innen fogom fognak a következő epizódot nektek. És hát
köszönöm, hogy bemutatotok, és remélem, hogy tetszik a játék. Nekem még igazából elég izgalmas, mert nem tudom még kibogozni, hogy most mi, hogy, mi, merre. Amit tudunk, Sadness, ő Lillian, a kis, bármint, hogy aki szerelemcsaj Sadness, úgy hívja magát. Ő valójában Lillian hívják. Na, most őnek is, nem tudom, hogy ő vele van-e valami, vagy skizofréne, vagy valami, mert ugye most már emlékszik a dolgokra, de nem árulta el. Tehát az volt a lényeg, hogy egyedül maradt, most azt mondta, hogy tehát ő egyedül maradt itt ebben a, oda, mint lélekként a hotelban. És nem tudjuk, hogy mi történik, meg stb. Meg az, ez a Moizé, hát az igazából csak meg akar minket szállni konkrétan, hogy bekerüljön a való világunkba, mert ugye át tud járni a való világba, de ilyen spirituális lófigyként, úgyhogy mindegy, de ő máshogy szeretne. Na, viszont aki idehívott minket, az ki is volt? Tomás? Azt hiszem. Mindegy. Tehát őt keressük konkrétan, hogy miért vagyunk itt, miért hívott minket ide. Ez a sztoriban kicsit bonyolult a dolog. És akkor a Sadness, azaz a Lillian, szintén, ahogy mondtam, van valami gond, mert nem tudja, hogy akkor, most nem tudjuk, hogy most akkor mi a izé, mert ugye neki a kis sulitás, vagy nem tudom, hogy mondjam, igazából a kis barátok, na mindegy. Bolondnak tartották a gyerekek, inkább így mondom, mert ugye beszélt magában, vagyis tehát magával beszélt. Úgyhogy, na mindegy, érdekes. Akkor mi volt még? Igen. És itt vannak, és van a nővér, aki konkrétan, tehát nem tudjuk, hogy mi történik egy ponton, miért ez a sok gyilkosság történt itt, de azt tudja, hogy a nővér kinyírt mindenkit. Na hát az okát keressük, hogy miért. Ugye, és közben lelket szabadítunk föl. Konkrétan így röviden, tömören ennyi, a sztori kicsit azért összetettebb, de hogyha össze akarunk foglalni, akkor így ez a dolog, én szerintem a nővérkét valami megszállta, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, de valószínűsíthető. Na már most, hogy akkor ezek a dolgok honnan jöttek, tehát hogy ez, hogy hogyan szállta meg, még ilyenek. Igen, valószínűleg ez a Mau nevezetű, nevezetű molylepkeszerű valami, gondolom okozza a problémát, de ezt nem tudom, de erősen sejtem, hiszen belénk akar költözni. Na mindegy. Ugye mivel mi különlegesek vagyunk, mert ugye nekünk ugye mi médiumok vagyunk, és tudunk járkálni a fizikai, illetve a szellemvilágban. Gondolom ezért akar minket. Na! Jó. Remélem, hogy minden tiszta. Tehát. Jesus. Oké. Mindegy. Mindegy, oké, hát igazából köszönöm, hogy tényleg, hogy itt voltatok és hogy velem tartatotok. Találkozunk legközelebb is. És igazából tényleg köszöntjük, hogy kilépek a játékba. Úristen, de fényes lett itt minden. Jól kiléptem. Na mindegy, köszönöm tényleg, hogy itt voltatok és megnéztek. Remélem, tetszett az epizód. Ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, nyugodtan jöttek a kommentek. Illetve meg új vagy a csatornán, vagy már nem vagy új, de már ugye mondjuk tetszett a videó, és többet jársz ide, akkor is, ha van kedved, akkor ne habozz fel, iratkozni a csatornára, illetve a kis csengőgombot is érdemes megnyomni, hiszen csak akkor jeleznek a YouTube, hogyha bármilyen videót felraktam. Egyelőre ennyi lett volna, szerintem elég is a beszédből. Igen. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!